Ennyi, más van se szok. Kicsit fel, de igaz. Nem baj, amúgy se szokott egyenesen állni. Na, úgy gondolom neked. Na, nagy motorosok vagyunk. I'm so powerful. Múltkor itt nézegettem, hogy milyen amúgy így ez a gazdag negyed. Akkor átbarultam basszus, mint egy ólajtó. De úgy nagyon nagyot. Én se hittem el. Hoppá, úgy nem is erre kellett volna mennem, amerre mentem. Nem csak vissza kellett volna jönni. Na, ugye ez a Seat, amiről mondtam, és akkor ugye ez az a félremenős. Egy idő után limitre nyomja a ramot, legalábbis nekem az volt, azóta használom a plugit, ami 5 percenként clear-el a ramot és nincs crash. Na mondjuk az jó. Még én még nem használtam ilyet, vagy nem, ja, én ilyet nem használok. Mondjuk azt nem tudom, hogy tök mindegy, hogy mennyi ramod van, akkor is úgy van beeszi. Vagy tényleg ez, hogy clearelni kell közben a ramot. Igazából nem tudom, mi a jó megoldás. Persze az egy jó megoldás, de hogy most úgymond az az egyetlen jó megoldás. Nem tudom. De hogyha nem megyek elesbe, 30 írigát meg ez, oszta kurva. És nekem annyi nincs. 13 vagy 16 gigám van. Ami amúgy 32 lett volna, csak ugye ami RAM-mal jött a gép, az hibás volt, így a régi gépemnek a RAM-ja ment bele. És, ja. Hoppá. És ugye azóta még nem upgrade-eltem, mert nem láttam értelmét. Persze annyiból minuszom van, hogy most az a 32 giga RAM, de amúgy még nem láttam egy olyan játékot, ami vagy bármi, ami megette volna a 16 gigát úgy, hogy tényleg telébe, úgy, hogy elfogjon a RAM-om. Kivétel. Ő. De... ez ugye globál probléma. Ugye amúgy pont úgy jött a gép, hogy karácsonyra rendeltem. Egy hét volt hátra karácsonyig. Na de én, hogyha most akkor... most csórom megint kifagyott. Basszus. Úrra beleesett a vízbe. What happened? Kocsi odalán. Csávó, mert meg is halt. Pont, abban a pillanatban. Hát az így sorry. Akkor az így rip. Na mindegy. Ugye pont karácsony előtt egy héttel érkezett meg a gép. Na most, hogyha én még akkor visszaküldöm, ugye Ausztriában voltam, Németországban lett rendelve. Na most, hogyha én onnan még visszaküldtem volna akár a gépet, akár a RAM-ot,
Németországban. Németországban mire elintézik, mire kijön. Hát szerintem nem jött volna meg karácsony előtt. Úgyhogy... Úgyhogy inkább nem foglalkoztam vele, kicseréltem a régi gépemnek a RAM-jával és ennyi. A régi gépemet nekiadtam tesómnak, tesóm vett bele egy 16 giga RAM-ot. Ennyi. Kitakarította, ennyi dolga volt a géppel. A régivel. Szóval... Úgyhogy amúgy működik. Persze később majd, hogyha mondjuk szükségét érzem annak, hogy upgrade-elve legyen a gép, bár még egy ideig nem hiszem, de mondjuk Cyberpunk full ultra, de tényleg a legmaxabb beállítások, ray tracing, minden 14 giga, úgyhogy mondjuk streamelem, OBS, Google Chrome még meg van nyitva közvetítés kezelőnek. Így eszik 14-15 giga RAM-ot. Szóval még egyelőre ugye nem szükséges teljes mértékben mondjuk egy plusz 32 giga RAM. Hű! Azaz. Vagy na, 32 gigára upgrade-elni. De most fagytam ki abban a pillanatban. Ha-hi! Igen. Most láthatjátok a féltett, legféltettebb titkomat, az asztalt. Az asztal egyik részét. Meg kettő van. Na, hát akkor beszélgessünk arról a bizonyos gombáról. Addig, amíg betölt. Hiába van amúgy SSD-n a játék, hiába egy jó gépről van szó, szóval azért ez még mindig sokáig tart. Na. Most jó lesz, mert hogyha most egy picit tovább fennmaradok, mint ahogy szoktam, úgy ilyenkor már húznám a lóbjart, és ha felkelnék ilyen hajnali 2-3-kor, akkor ugye holnap 9, este 9-kor nyílik meg az Arcage, akkor még izé. Tudok Arcage-ezni majd még nyitás után hajnalba. Sziközben van, hogy 5 percenként 1 giga is felgyűlik RAM-ba. Még tudom konzén monitorozni, de nem szoktam nézni. Általában ezt a 9-10-11-et tartja amúgy, egyszer csak így crash. Hello. Azt tudom, hogy mikor voltam Octanson, a GT5-ös, Teron. Ott voltam fenn nem egyszer, nem kétszer ilyen 10-12 órákat, és akkor úgy kérdezte a fejlesztő, hogy azt, na azt mégis hogy, mutassa már meg, hogy mit mutat a feladatkezelő, mennyire meg ilyenek. Na ott mondjuk az 15 giga 700 mega volt, de még nem kereseltem. Úgyhogy jó volt. Beautiful, like diamond in the sky. De hogy miért nem lehet mondjuk RAM-ot SSD-ből felhasználni? Hú, hát akkor annyi RAM-om lenne, hogy
nem lenne olyan program, ami kifagyasztana. 6 és fél terra izé, RAM, vagy 4 és fél terra RAM, hagyjad már. Azért mondjuk az egy kicsit overpower lenne. Erre venni kéne egy M4-et az M8 mellé. Régen volt amúgy M4-em az M8 mellé. Most így pont így a töltőképernyőre megcsinálni. Milyen jó nézne már ki. Várjál, hogy volt tegnap? Tegnap, ja. Pont láttam egy 8-as BMW-t, de nem M8-as volt, csak valami 8-as valami. Nem tudom. Se hangja, semmilyen nem volt, de 8-as. Szép volt, szép fehér. Csak úgy csillogott. Nem is mondok, táncom, béreltem 24 órás át, kamionos kell, 22 órát kamionoztam 24 órás bérlésből. Az komoly. Tényleg ott, hogyha izé, béreltél, vagy a saját kamionod volt, akkor mennyivel adott több pénzt? Én azt hiszem, hogy kifullasztam amúgy a kamion skilleket, de nem tudom, hogy akkor még szerintem kamion nem lehetett venni, mikor kezdtük, vagy nem tudom. Másnap már saját kamion. Jó, mondjuk Johnny, te egy állat vagy. Belül ismerlek téged már 7 éve. 7 éve is ugyanezt csináltad. Nagyon komoly volt. Fú. Azt a kurva. Akármikor mentem fel a szerverre, admin duty, Johnny amióta. Fogadjunk kamionozik. Kamionozik. Mi már? Ja. Jó. Áruszállító. Nyúj, várjál már. Ezen a hídon kellett, mindegy. Megyek a másikon most már. Nem megyek, nem a másikon megyek, ezen megyek. Ez jobb. De volt ott amúgy kamionos is, mármint a autószállító kamionos. Csak ott nagyon-nagyon sokat kellett menni. Ha jól emlékszem, akkor volt egy CP Angel Pine-ba, egy San Fierro-ba. Várjál. Mindjárt megnézzük, mennyire jó memóriám van. Volt egy Angel Pine, volt egy San Fierro valahol ez a rész, valahogy így, meg ide, azt hiszem, valahova ide kellett jönni. Ez a három volt. Persze, hova kellett menni a melóért? Ide. Abban az volt a rossz, hogy végig kellett menni konkrétan az egész mapon. A vágó volt még jó. Azt nem tudom, arra nem emlékszem. Ja, hogy izé, a hampugos, nem tudom. Igazából miután ilyen főadmin plusz FBI lead, ott nem volt időm már alapmunkázni, abszolút. Még úgy, így is volt olyan, hogy a saját frakciófizumot azt lenyomtam nullára, mert éppen akkor úgy vettem át azért a frakciót, hogy nem futottam még fizetése se. Úgyhogy ez komoly volt. Várjunk csak jobbra vagy balra előnyösen menni. De aztán dicsőséget visszahoztam. Ott középen. Dicsőséget visszahoztam, és annyi pénzen lett az FBI-nek, mint az állat. Ugye megmondtam az embereknek, hogy aki több fegyvert hoz le izének, lefoglalás céljából, annak extra jutalom. Na, a végén már 20 szén volt lerakva, és az hetente kevés volt.
Úgyhogy ment a izé fegyverszállítás, meg az ilyenek. Annyi pénz volt basszus, hogy már nem győztük mire költeni. Ugye az jó volt, azok jó, jó idők voltak. Te voltál amúgy az első, aki elérte az 1 milliót. Csak annyi különbséggel, hogy te alapmunkával, mások ugye meg mikor már elérték ők, meg üzlettel, meg ilyenekkel. Ez brutális volt. Ja. Mondjuk ott nem volt izé sok lóvém egyáltalán. Volt egy izém, azt hiszem, egy Supram, egy Evom, azt hiszem, talán Evo, meg egy Corvette. Corvette-re Bobtól nyúltam egy paintjobot. Ha már tulaj, akkor mondta neki, hogy nézi alá itt, vagy nem, hogy izé csattintanál egy P-jét. Jó, melyikkel? Az, na jó, már rakta is. Na mondom, kösz. Rizox. Köszönöm szépen a Prime-os szabot. Köszönöm szépen. Jó, várjál, most amúgy az utolsó subgépből te nem kaptál akkor, vagy? Most amúgy basszus, várjál, 53, 54, igen, 54 sub volt ebben a hónap, és egy hónapra így visszamenőleg. Csú, komoly volt az a hónap. Komoly volt, komoly. Tényleg, emótákhoz mit szóltok? Johnny, Rizox. Nézzétek már meg. Szigor 1, szigor 2, szigor 3. Nem, mármint hogy... Szerintem az a családi volt, de mint saját autó, azt hiszem, hogy ez a 3 Supra, az biztos, meg a Corvette, meg még talán egy Evo, azt hiszem, az lesz az. Az lesz az. Várjál, hogy van? Rank 2, meg rank 3, vagy tier 2, tier 3 szubra, meg majd intézek valami mást is. Milyen first page-et kaptam a nevem mellé. Ja, az azt hiszem a Prime miatt van. Nem, még alapító. Ugye... Saját szabok. Ez nem az én napom, vízbe hajtottam telefonhívás miatt, remélem tudtam segíteni. Na mindegy, amúgy még ki kéne fizesse meg. Na várjál, milyen földbegyet kaptam, abban csávhoz kiéghetett, amúgy jók az emótok. Próbálkoztam. Ja, mármint erre mondod, hogy a vízbe hajtott a csávó. Ott vagyok, ahol vízbe hajtottam. Fú, az a baj. Aha, várd a vontatót. Jó, én meg a háznál vagyok. Én meg már a háznál. Hívok addig másnak szét. Hívok addig más.
taxist. Megoldjuk, hoppá, megoldjuk. Csóró amúgy, tényleg, csak nézze, éppen házra nézik, hogy annyit látok, hogy megy egyenesen. De ezt pont láttam. Nem van, hogy keresek a hozzuk, jól van. Hú, az most full szereltetés. Skyaku. Full motorgenerál minden. Na, azt mondja, hogy akkor kell nekünk fuvaros. Ja. Szükségem LV-ből SF-be megoldható lenne? Várjál, nem. Megoldható lenne? Így, bám. Küldünk neki egy kordit is, csak hogy biztosan ide találjon. Aztán majd kiderül. Call me maybe. Az is lehet, hogy ez holnap lesz. Akkor holnap. Igazából most tök mindegy. Szól, megyek, szóval az nem lesz gond, meg amúgy 50 ezer alatt van átverés igazából, de nem akarom átverni sem, mert abban a pillanatban jött, amint jött. Hát, csórókám, hogy pont akkor érted, vagy nem is tudom, amúgy afkolt, mármint, hogy mire odaértem, ugye megnézni, hogy mi történt, addigra már ugye AFK volt. Így is majd látjuk, azért ne csőd ki a nyakad. Hát, fasz is volt. Fasz is volt. Ne jó, a másik az nem válaszol? Jó, akkor keresek mást. Azt mondja, hogy személyszállítás, vontatás nem, venomozás nem, micsoda venomozik 700, ja az mondjuk alvás. Na akkor írjunk neki is. Lenne egy fuvarra, LV-ből esel LS-be. Bám. Nyomunk neki is egy ilyet. Aztán, hogyha ő is, akkor viszont beülünk az M8-ba és meg sem állunk addig. Szesszó. Igazából, opa, top kick. Legfontosabb. Szép estét, indulok is. Nagyon szépen köszönöm. Mi? Ő is indul? Ja nem, ez ő. Mi van? Mind a kettő indul? Várjál, ennek 08-kor írtam. 011. Azt a... pont...
Megérkezett a taxi. Pont elfogadták a hívásom. Szóval szeretném lemondani. Remélem nem haragszik. És mondjuk időbe szóltam. Amúgy szerintem a Mustangos az hamarabb ide ér, mint a Jeepes. Bárhol is van a Jeepes. De mindegy, igazából. Basszus, nem... fix ez. Jó, rendben, rendben, akkor a fixnél tali. Hú, semmi gond, szép napot, ennek is szép estét, ennek is. Na, jó volt, elnéző volt. Szerencsére nem rígyelt, nem izélt, nem kiabált, bármi. Csóró, amúgy kanyakot teszel azt a vízbe. De múltkor amúgy én is. Figyeljétek, M8 story, ugye nincs rajta fék. Mármint, hogy nem az a fék van rajta, mint ami amúgy normál esetben kéne legyen. Ugye akkor még volt itt egy farmom, egy, valahogy így az elején, ugye másik három meg itt. Lényeg, hogy jövök SF-ből, körforgó, itt ezen az úton nyomom neki 3 kiló, jó, bemegyek szépen kanyar, jövök itt vissza, fék nincs, és itt érkeztem be valahol a vízbe. Hiába fékeztem már innen, és szépen végig csúsztam. Be a vízbe, egyenesen be a vízbe. Azt hittem szívrohamot kapok. Ám mondanám, nem hiszem el. Azt kívánom, nem hiszem el. Sokkot kapok! Kemény volt. Fú, hát... Igen. Yeah. Robbant az agyvelőm. Így nyomtam belé a kalimpálót az F4-be. És alt F4-be. Abban a pillanatban. Ám mondanám, nem hiszem el. Karma utolért. Kemény volt. De mond, nyomom a féket, érted, és semmi. Így. De az a vicc, hogy amúgy vagy van, vagy 100 méter magas, érted, akkor hát csobbantam, hogy kiszáradt egyből az a tó. Kemény volt. Fú. Nagyon kemény volt. Az a vicces, hogy amúgy narancs is rá, amúgy előtte, mit tudom én, egy-két nappal ugyanúgy. Chop to base. Viszont én elteszem magam holnapra, még vár egy kis kamionozás ír el hajnalban, aztán végre hétvége jó játékot, aztán majd jövök még. Jól van, Rizox. Köszönöm szépen a Prime-os előfizetést, a cheer-t, a másik csírt, a jítet, köszönöm szépen mindent, köszönöm szépen az időret, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Welcome, tudod, alapítók között. Köszönöm szépen, aztán akkor legközelebb. Jó pihit, jó munkát, jó vezetést, bármilyen még. Aztán, ja, vigyázz magadra. Hello, hello. Kamionos, az mondjuk komoly kamionos. Ja, mondjuk kamionozás hajnalban. Jó. Nem most lesz. Akkor jó pihit. Most jó pihit. Megvan. Kövi. Euro Truck Simulator 2. Ez lesz a kövi stream. Minek neked annyi tampon? Milyen tampon? Mi van? Mi? Milyen tampon? Várjál, én most így összekavarodtam. Kétek van csak lájtot, csak hétfő kell. Ja, szia.
Odaadunk neki 50 000-et. Pedig már csak lájtos, csak hétfőre kell előre. Ja, előrakodni, aha. Ja. Na, pacsi, jó gémet, jó. Fix and drive, mindegy. Jó gémet, köszönöm szépen, neked jó pihit, aztán akkor kitartást a holnapi melóhoz. A hajnali melóhoz. Inventoriban? Ja, az azért volt, nem útka megbüntetett a rendőr. Ja igen, ugye, hogy a múltkor megbüntetett a rendőr, hogy nem volt nálam kötszer, csak EU-doboz. És... mérgembe vettem egy komplet inventorinyi kötszert. Annak a fele bent van az M8-ban, több mint a fele. A másik fele meg ugye nálam maradt. Ne mondják azt, hogy még egyszer nincsen nálam, és hogy meg kelljen büntetni. Elveszi a számlát, majd a nadrágja zsebébe teszi összehajtva. Úgyhogy hogy ne kéne? Olyan 6500 dolláros kalimpálót vágott belém a rendőr, hogy az már beöntés volt, nem kúp. Komolyan. Abban a pillanatban. Nem mondom, tudod, nagy kemény, ott van izé 9 darab EU-doboz, na most szóljatok. Ilyet szól a rendőr, az amúgy meg kell, hogy büntessen. Mondom, mi van? De mondom, hülye, mire büntetsz? Hát kötszer is kell. Jó. Na mindegyből átmentem vízi számfiáról, megvettem az összeset. Egy komplet inventory-t. Annyit vettem, amennyi helyen volt az inventory, aztán 45 darabot vettem. Kemény volt. Utána meglátta a rendőr, visszafele menet, ugye határ le volt zárva, és csak a déli működött. Aztán... még ilyet szól a rendőr, hogy amúgy nekik kéne fizetni azért, hogy ennyi van nekem. Ott vagyok pár perc. Egy dobozban kötszer is van, legalábbis IRL. IRL minden van benne, jód. Mullap, minden van benne, szóval amúgy nem kéne, de most kell, mindegy, igazából nem egy nagy dolog, valami 2-3 000 dollár, érted? Szóval nem egy nagy izé, de mondjuk az is boltja válogatja, hogy ki mennyire állítja be. Ki ez a pihent, hogy a héten át? Hát nem tudom. Valószínűleg valamelyik govos vagy PD-s líder, nem tudom. Amúgy igazából, mint item van rá pluszba szükség, ugye? Mert a vérzést azzal állítod el, a kötszerrel, vagy a kötszerrel ugye elállítod a vérzést, az EU dobozzal meg fölsegíted, azt hiszem. Így van megoldva.
Alma Levi, köszönöm szépen a követést, üdv a csatornán, érezd jól magad. Na, gyors búcsú. Yes, ja. Jó, na hali. Na, ki van fizetve akkor az előző fuvaros, aki beesett a vízbe, csóró? Csőcső, hello. Mi a helyzet, Levi? Mondj valami szépet, amivel feldobod a napomat. Mondj valami hasonlót. Bármit. Na így, hogy most ki van fizetve a csávó, így nyugodt vagyok, ki van fizetve ő is, és akkor innen megyünk. Innen megyünk, eles. Várjál, ott volt úgy a ház, igen, akkor oda megyünk. Oda. Oda, úgy. Nagyon jó. Nem mondod? Most ez mi? Most ez mi? Hallod, ez hogy? Érted, kompletten végig visz. Vissza? Ahelyett, hogy itt lejöttünk volna. Mindegy, nem számít. Ki van fizetve? 12 felett mondott, adtam neki 50 ezeret, kész. Ugye ennek is, meg annak is. Úgyhogy mindegy, igazából. Elvisszük még a Seatot majd megszereltetni. És akkor utána vagy eladás lesz a vége, de szerintem inkább eladás. És... ja, eladjuk valami jó olcsó pénzé. Az nem fog számítani, mennyibe megy el. Tényleg amúgy nem kell valakinek egy 60-os Seat Leon olcsóba? Meghirdettem. Írsz SMS-t, lecigánykodod az árát nyugodtan. Aztán hadd szóljon. Ő hátra is élvez a kocsikázást. Amúgy az, igen. A Rachel kicsit túlságosan is betartja az izét, a közlekedési szabályokat. Na de várjál, Johnny, most szó szerint üljek hátra, mármint így, vagy így. Hogy feküdjek. Na majd csak vízbe le tudok menni. Múltkor úgy megijedtem. Fú, de megijedtem, ugye? Hátra billentettem a széket. Lejjebb akartam engedni a széket, ugye magasságba, de van egy külön billenés állítója, és basszus, megbillentem hátra, hallod? Én olyan szorult, szerintem, hogyha egy ilyen sínvas lett volna a sípcsontom, de én ketté rúgom azt is, olyan erővel rúgtam föl. Fú, de megijedtem. Azt a mindenit. De ugyanígy jártam, amikor első nap ráültem. Mármint, ugye megvettük, és ráültem, ugyanúgy ahhoz a gombhoz nyúltam, és ugyanúgy izé megbillentem, de kompletten a izé, a... hogy mondjam, a párna, ugye, amin ülök, meg kompletten az egész szék. Csak ugye a lába volt stabil. Basszus, én azt hittem, hogy összehúgyozom magam, úgy megijedtem. Hú, nagyon kemény volt. Szívroham amúgy. Amit tud művelni néha ez a szék, főleg, hogyha ugye rossz kartyhoz nyúlok. Pff, kemény nagyon. Ilyet utoljára még akkor éreztem, tudod, mint amikor a iskolában, amikor billegek a székkel, és akkor majd csak hanyatt esek. Kb. Ugyanaz, csak élesebb, erősebb. Hát a szívem azt szerintem akkor beverte a 160-at. Percenként, tuti, ha nem 200-at. Egy jó fél percre ég legalább. Fú! Igen, ott már rám hozta a szívalmat. De cserébe amúgy mocsok jó az a szék. Semmi másra el nem cserélném. Max van ez a 600 ezerbe kerülő irodai szék, talán. De más gamer székre nem igazán. Ez mocsok jó. Ezt nagyon
hogy mondják azt? Nem bántam meg, hogy megvettem, annak az ellentéte. Szóval, passz, nem tudom, hogy mondják. Mindig, az a lényeg, hogy kajak nem bántam meg. Valami szép estét. Ja. Jó, neked is, oké. Okay. Hogy érzed, ahogy neked jó. Ja. Na nézzük Schrödinger szállatot. Beindul-e még? Már amúgy így az olaj, meg az ilyenek lehet, hogy egybe folytak kicsit. Aksi kaput! Aksi kaput! Nem, mert amúgy nem voltam fenn. Azért nem lett lefoglalva. Na jó lett volna, hogyha nem megy el. Elvileg van nálam bika kábel. Nincs, mindegy. Jó, szolgáltatás. Nincsen valaki, aki bikázást vállal? Bikázás. Jó, tudod mit? Be lesz bikázva mindjárt. Kb. Ugyanannyiba kerül, mint hogy kijönne bárki bikázni. Jó. Ezt figyeljétek. Ja, tök mindegy, lámpája sincs. Na. Nem kanyarodok vele. Úgy megy el balra, mint hogyha kötelező lenne. Csórónak annyi van a kerekébe, basszus. Hát alaphelyzetben, mondjuk így annyira nem látszódik, de... De ja, kanyarodik. Kanyarodik. Ha igen, keményen. Ott van a heli a tetőn. Na, melyik? Melyik heli? A rózsaszín, a kék, vagy a barna szűr, barna fehér? Sötét kék. Aha. Na, akkor Johnny-t kiengézzük. Johnny, mindjárt odaállok, és akkor kiabálok. Bezsi néni, itt a tyúk, meg a kakas. Aha. Milyen nem Johnny izé rendszáma? Hát az szomorú. Hát az szomorú. Na, elmenjünk javítatni. Alatta volt a garázsom. Ja, várj ezt. Aha. Hát most a reptér. Reptéren van. Igazából földrajzilag még lehet, hogy alatta van. Szóval... Itt nem is kell kanyarodni, itt csak el kell engedni ezért kanyarodást, aztán hadd menjen. Hú. Csóró kisótó amúgy, de kajak. Olyat kapott a múltkor, mint az állat. Azon gondolkodtam amúgy, hogy fényező műhelyt kéne majd még csinálni. Azért annyira jó, időigényes persze az is. De azért csak nem olyan... Vaj, már megint... Érzés, mint hogyha... Ganézni kéne. Főleg úgy, hogy elvileg hallottam, hogy a...
Csiszolást azt ki lehet hagyni? Azért az már... Az már 10 ponttal megnöveli az élményt, főleg úgy, hogy amúgy... Nem fény, de nem a megérés miatt. Most nem azért megéri, nem éri meg. Hanem maga úgymond az élmény, a... content, stb. Ilyen miatt gondoltam volna, hogy mondjuk egy tutorial videó sorozat, ilyenek. Elménységet fényeztem, akkor jöhetek ott 5 csillagosra fényeztem. Ja, belőle szotorát az autó, egy autóba húztuk az előzegedetésen. Ja, tudom. Volt korábban. De ugye már az is a V4-nek lett volna, úgymond, oda tartozott volna a V4-be. Csak ugye kiadták hamarabb ugyanúgy, mint a farmat. Amit amúgy jól tették, Tomaszék, mert ugye már akkor beadták a plusz contentet. Húha. Lehet, hogy nem is ide kéne jönni. Fix and Drive az még lehet, hogy... Új! Fix and Drive az lehet, hogy jobb lenne. Szerintem még egyszer sem voltam itt. Tudod, hogy mi a vicces? Hogy én a drogpályára mennyiszer elmentem Fix and Drive, Angel Pie, meg BMS-be, mert nem tudtam, hogy az itt van. És mikor ütköztem egyszer az M8-al, ugye akkor még nagyon üsztem, hajtottam a gyorsulást. És a pályáról hívtam vontatót, hogy vigyem már szerelőtelepre, és idehozott, vágod. Hát azt hittem, összehugyozom magamat. Hát nem hiszem el, csak ideig kellett volna jönni kajak. Ugye az autó működőképes volt, csak hát ugyanígy húzott. Mondom, azt úgy nem akartam izélni. Ugye, amúgy. És az az érdekes, ugye, hogy többen is tudják ugyanazt a kocsit csinálni. Elvileg, nem tudom, nem voltam még szerelő. De még soha nem láttam. Olyan már volt, hogy odajött izé RPZ a másik. Meg... Ott megállt mellette, kijavkolt, várta a következőt, nem segített volna neki. Én most tudtam meg, hogy az ott van. Még az övem sincs bekötve, mindegy. Ojjajjajjajjaj. De most már legalább tudod. Annyi a lényeg, hogy amúgy, hogyha nincsen sor például, akkor ugye csak beállsz és elvileg mennek. Vagy tudom, beszélsz velük. Ha meg vannak, akkor meg ugye beállsz oda a pitch-sávba igazából. Aztán majd érted, mennek. Van még egyáltalán itt szerelő? Remélem. Ugye voltam BMS-nél is, a BMS-nél általában mindig 6-8 autósor van. Valamiért ott mindig 20-30 perc a várakozási idő. Az Angel Pine az még nagyon jó, az olcsó is. De ott is mindig nagy sor van. Meg a Searing. Ugye Searing, Angel Pine, így ez a kettő jó, olcsó. Pro kontra. Bár mondjuk mostanában így, hogy a 500 valamennyi volt, 561 azt hiszem, mikor feljöttem. Így már azért annyira nem vészes, de mikor bejött a V4, és akkor érted 830-on fenn a Szerón, és akkor még
300-an várnak, hát akkor ennek itt is ott volt a híd lábánál a sor vége. Két hét Grand RP-ben vettem elektromos autót, van önvezető funkció kb. Úgy megy, mint most te az ostotta autót. Tudom, tudom. Izén is van amúgy, a Van RP-n is van az elektromos autóknak önvezető funkciója. Azért nem bíztam benne. Hát amikor én, amikor szereltetek, akkor BMS a nyereményjáték miatt. Hát jó, nem tudom, megéri amúgy neked a plusz 50%-os ráfizetés. Én nekem azért a BMW nagy szervízt azért nem, még a Searingen is 530 ezer. Nemhogy még akkor a BMS-be bele is pusztulnék. Hol van? Ilyen nem, ez már nem az. Mindegy, hogyha majd visszaérek. Ja, ha majd visszaérek izére. Elvében a házamhoz megmutatom. De mondom, én húgyoztam rajta. 539 ezer, azt hiszem. És úgy, hogy amúgy nem a legnagyobb áréssel dolgoztak. Nem éri meg a full service kártya, mert az alapcuccokat rak hozzá, hogy alapcuccokkal csinálja, viszont ugye nekem profi kell. Nekem csak a profi. Én nem foglalkozok alappal, én hogyha kimegyek a pályára negyed mérföldre gyorsulni, akkor gyorsuljon. Ne csak mocorogjon. Ugye nekem az volt ott a nagyon a lényeg, azért is lett ráköltve csak az M8-ra legalább, hogy 20 millió, mint javítál. Hát mondjuk annyi nem. De egy olyan 5-6 milliónál járok javításból legalább. Mikor nagyon az elején voltam az ekuzásnak, akkor volt olyan, hogy naponta kétszer nagy szervíz. 95% alatt hű, már mehet, professzionális. Van valami nagy különbség a profi és a gyári között, én mindig a gyárit kérem, annyira nem érdekel. Igazából, hogyha nem úgy dragolsz, mint én, hogy akkor a tized másodpercek, meg század másodpercek számítanak, akkor nem éri meg a profi. Igazából a profi elvileg motornál kicsit erősebb, a gumi talán jobban tapad, de annyi a lényege, például felfüggesztésnél, hogy több ütés vagy nagyobb ütés bír ki, a gumi több idő alatt kopik el, a motor, ugye motor generál, hogy mondják, mi a másik? Mindegy, ha a motorba összes részébe is profit teszel, akkor ugye az is tovább bírja. Meg ilyenek amúgy. Ja. Igazából akkor megéri, hogyha mondjuk nem nagyon akarsz sokszor szereltetni, meg mondjuk mi az? Mondjuk balesetmentesen közlekedsz, mert akkor ugye megéri a profi, mert akkor ugye simán bírni fogja sokáig. Azt hiszem, hogy ebben is profi minden. Szép estét. Egy teljes szervízre lenne szükségem. Csak profi cuccokat kérek bele. Ez így vagyok a Fixendrive Mechanics Shop mestere. Milyen minőségi alkatrészek lesznek, esetleg műszaki vizsgára szól a gépjármű? Műszaki vizsga nem kell. És nekem a legnagyobb szereltetés eddig 100 ezer volt, de én azon is kiakadtam. Hát azt elhiszem. Mondjuk én nekem, várjál, azt hiszem, bár mondjuk erről nincs.
ugye más alapjáraton nincs is benne szervisszámla, de ennek valami 50 ezer, azt hiszem, ami eddig volt, az persze nem volt teljes. Ja, de várja, ez a Levoni. Azt hiszem, hogy ezek például talán profik. Nem tudom, lehet, hogy nem. Ugye felfüggesztés, olajcsere, jobb első fényszóró, vagy nyári gumi 2. 10 000, mondjuk 10 000 volt a futómű beállítás, 21 000 a munkadíj, meg kb. 10 000 a alkatrész. 1,32 fokról 0-0. De amikor tényleg így bejött a vén, így és elsőnek bementem ugye a BMS-be, semmi baj nem volt a kocsinak, 99,99%-os volt mindene. Nem is várja, az még a Subaru volt elsőnek. Én bementem, na mondom, bátya, minden csere. Minden és profira. Kérdezi, minden? Mondom, minden. Minden. Hát jó, 45 percig ott rászórakozott, érted, de 300 000 körül volt az a minden. És ja, az M8-nál meg ugye 500-tól kezdődik, annál csak fölfele. Mondjuk 50 ezer szed gumi, 50-55, 60 ezer felfüggesztés, ilyenek. Na például bal első, jobb első fényszóró, bal első felfüggesztés készlet, jobb első felfüggesztés készlet, futóműállítás, na így 28 ezer. Ez komoly. Egy lámpát csinál? Mindegy, majd rászólok, hogyha véletlenül nem. Akkor kicsit karenek leszünk. In your head, in your head. Remélem amúgy, hogy... mi az? Fú, nem tudom, mit akartam mondani. Nem tudom, mit kezdtem elmondani. Nem tudom. Az a baj, ha most ezen fog pörögni az agyam, hogy mit akartam elkezdeni mondani. Nem tudom, ez egy ilyen nagyon-nagyon rossz szokás. Szerelők mennyit kapnak meg abból, amennyit fizetsz? Mert V3-on egyből nekik fizetted, ha jól emlékszem. Igen, V3-on teljesen egy más dolog volt, mert ugye akkor például, hogyha a sürgősségi sávos voltál 50 ezer dollár, azt hiszem, vagy 100 ezer volt, az ugye nekik zsebbe ment, és volt mondjuk rangtól eltérően, hogy havonta, vagy hetente mennyit kellett leadni a leadernek. Például mondjuk egy kezdő szerelőnek le kellett adni a 200 ezer dollárt, ez most csak egy példa, de mondjuk, hogyha eleget volt fent, bejöhetett neki 10 millió is akár. És ugye abból neki csak annyit kellett leadni. Viszont ugye az összes alkatrész tőle vonódott le. Vagy nem? Majd nem tudom. Viszont itt ugye úgy van, hogy szerintem én úgy tudom ezt elképzelni, hogy teljesítmény alapú kifizetés, legalábbis én úgy csinálnám, hogy ki mennyit szerel, és akkor ahhoz képest mondjuk egy doksiba egy számológépes tartottál egy profi alkatrészet cseréltem az M8. Hát nem tudom. Nem tudom most így visszamenőleg már akkor, hogy miért is azt kezdtem elmondani. Mindegy, és ugye mondjuk itt úgy gondolnám, hogy mondjuk a megszerelt járművekből mondjuk úgy, hogy profit
Mondjuk például tegyük fel, hogy ami mondjuk itt a 2300 volt, az mondjuk ők beszerzik mondjuk 800-as áron, ugye belém basszák a kalimpálót 2800-ér, vagy 2300-ér, akkor ott van nekik egy olyan 1500 az 1500-es profit, és akkor ugye azt ad, annak mondjuk a felét például odaadnám a szerelőnek, a másik fele meg ugye profit, haszon. Civilmentős vagy, hogy annyi kötszer van nálad? Nem. Nem, csak megbüntetett a rendőr a múltkor, mert nem volt nálam kötszer a kocsiba. Eüdöboz viszont ugye volt, csak kötszer nem, és idegből bevásároltam kötszerből, amennyi inventory space-em volt. De ma mindjárt megmutatom, mennyi van az M8-ba. Komolyan így. Pont akkor volt határzár. Ugye csak a délin lehetett közlekedni, a C-ringhessel lehetett bejönni, még SF felől, vagy LS felől. Csak SF felől. És én mennék át a határa, jó, félreállítanak, jó, minden, átadom a iratok, stb. Forgalmi. Megy az RP, és akkor így, hát, ugye tudtam, hogy van benne 9 EU-doboz, és így ilyet szól a izé, a rendőrbácsi, hogy amúgy meg kell, hogy büntessen, mert nincsen kötszer. Mondom, hello. És akkor így fogtam, ugye átjöttem izére. SF-be. És idegből kajakra amennyi inventory slotom volt, én ezt bevásároltam. És utána, amikor mentem vissza, ilyet szólt a rendőr, hogy nekik kellene már fizetni azért, hogy mennyi van itt. Hogy mennyi kötszer. Na? Csukódik? Azaz. Szóval, ja, így ez a történet annak, hogy miért is van ennyi nálam. Mondom, ez így kajakra így berobbant az ideg. És akkor azt hiszem itt, ami bolt van a lámpánál, ott. Tudom, valami 2-3 ezer vagy 5 ezer volt darab, én nem tudom. Meg akartam venni minden 90 darabot, de ugye nem volt nálam, csak hogy nem volt annyi helyem. Szóval csak annyit engedélyezett venni, amennyi inventory space-em volt. Ugye amennyi belefért az M8-ba, én azt a szépen fogtam és beleraktam, a maradék meg ugye nálam maradt. Ez így Johnny meg kitalálta, hogy amúgy tampon, de hát igazából nem is butaság, mert lehet. És ja, úgyhogy így maradt. Azóta meg hordom magammal. De így kijelentettem a rendőrnek, hogy amúgy... Igen, igen, most megyek. Mutatom az ingatlanokat, amúgy jó berendezés, jó garázs, minden. És képzeld, hogy amúgy az egyik garázs, ugye teljesen legnagyobbra ki van fullozva, krutonnal, meg két emelővel. Azért... Na... Úgy megérte. Ugye két darab 10x10-es, az egyik 7x7 körülre le van úgymond butítva, a másik ugye 10x10-ben van megcsinálva. De normálisan vannak berendezve, szóval amúgy én megelégszem vele. Én nekem megérte. Úgyhogy ja, most megyek. Pont oda tartok. Szembesáv. Vagy nem? Nem. De? Nem tudom, mindegy. No, köszönöm szépen a követést. Fú, de megijedtem. Állítanom kell valami csillősebb hangot. Ja. De mindjárt mutatom. Feltépem az aszfaltot, olyan gyorsan megyek. Viszont ez a kocsi, ez amúgy kifejezetten csak arra van, hogy vonóhorgozzak vele. Múltkor, ugye amikor farmoztam, akkor vettem. És...
Ez csak arra van használva. Amúgy tetű lassú. Ő lesz az. Lámpát kapcsolod le, amikor leparkolsz. Igen. Ebben nincsen olyan automata, mint az M8-ba. Ugye az M8 az nem foglalkozik az ilyenekkel, az lekapcsolja magának, még kikapcsolja a rádiót is. Automatice. Modern Deutsch Technologies. Úgyhogy, ja. Leparkolva ugye itt az egyik emelő, ott a másik emelő, meg ugye a kruton. És így teljesen maxra van húzva. Ide még mit lehet? Egy barkács asztal, ha. Ennyi, hogy amúgy két emelő, kruton, még egy barkács asztal, még plusz három emelő lehetne. Garázsajtó, azt is lehet módosítani, hogy nézzen ki, de komoly. De az itt tökéletes. Na, itt az M8. Itt meg van a maradék kötszer. És erre mondta a rendőr bácsi, hogy még nekik kéne fizetni. Na várjunk, gyorsan megnézik ezeket a szerviz számlákat. Na most nem tudom most melyik. Ez mind az M8-é. Ez is az M8-é. Ez is az M8-é. Ez is az M8-é. És... Nem. Nem. Azokat a kerekeket is el tudod tüntetni, modern berendezés, talán 2KPP. Mindjárt ránézek. A balelső ajtó 6000, motorjavítás 36, jobb első felfüggesztés 29, így 137000 plusz-minusz. Ez mondjuk itt már 365000, 313, futóműállítás 73. De hol az 500 000-es számla? Nem hiszem el. Hova lett az elrakva? Lehet, hogy pont ki lett volna dobva. Hát, az is meg lehet. Mindegy. Nem számít. Ezeket is szépen kidobálom innen. Mind. Ezekre a kerekekre gondolsz? Vagy melyik kerekekre gondolsz? Johnny. Nem tudom hirtelen most mire gondolsz. De valószínűleg ezekre a kerekekre, mert más kerék nincs. Ja, igen. Szóval azt mondod, modern berendezés. Ja, ugye az nincs. Meg tudom még venni vajon? Meg. És tényleg. Na. Most már még károlyabb. És amúgy mocsok jól is néz ki. Annyi helyen van amúgy, hogy ki kell adjam bérbe. Ennyi más nem tudok csinálni. Ugye még itt van mellette ez. Annyi, hogy nincs benne emelő, meg egy egyel éppen rövidebb. Hogy nem olyan széles. Így néz ki az egyik ház. Itt van egy szép, azt majd szerintem elvitetik. Vagy lehet, hogy én rakatok ott a másikat. De úgy nagyon jól be van rendezve, szóval tényleg le a kalappal. Nem egy igénytelen szart adtak át, hanem tényleg faszán be van rendezve. Már amennyire ugye lehet. Igaz, hogy ez csak ennyi. De nem is baj. Nem is kell ide annyi. Ugye a másik az meg... Bunny hop. A másik az meg ugye kicsivel nagyobb. És hát az full 10x10. És ez is szépen be van rendezve. Szóval ez se egy drágár munka. Műtőasztal itt a nagy széfes pézzel, vagy pézes széffel, hogy mondjam. Van egy kis bár,
játékgépek, ilyenek, ilyen szobaszerű. Ez is amúgy tök okés. Ja, tudom. Valami 9000 pp, azt hiszem a nagy szép 150 kiló, meg valami 90 slot, valami ilyesmi, ha jól emlékszem. Ja, majd amúgy lesz. Itt van egy ilyen raktár. Amit nem tudom editálni. Mert itt van. Ja, 9000 pp. Ugye így sincsen bele mit rakjak, szóval nem tudom, hogy mit kéne. Vagy miért. Mennyi volt a kecó? Hát igazából most így mind a négy összesen 35, de amúgy 8,75 darabja. Vagy 8.750 ezer darabja. Ugye úgy lett megírva. Én szerintem annyit amúgy rohadtul megért. Hol van 8.750 ezer. Főleg úgy, hogy például ez a garázs, ugye kimaxolva 6000 pp-s emelő, 3000 pp-s emelő kruton. Úgyhogy azért már megérte. Jó, mondjuk még beléraktam egy modern berendezést, az a saját pp. Szerintem amúgy megérte. Meg engemet az nem érdekel, hogy most hol található, hogy amúgy mennyit ér, hogy mit tudom én, engemet ez pont nem érdekel. Ha 100 millió lett volna, és ezt tetszik, akkor 100 millióért veszem meg, ha lett volna rá annyi. Szóval tök mindegy. Amúgy esetben lett volna egy 7x7-es, azt hiszem 7x7-es nagy garázssal, az 30 millió körül kezdődött, vagy akkor annyiba volt, de azon gondolkodtam, de el is ment, mire oda jutottam, akkor azt vettem volna meg. Szóval engem ez amúgy most pont nem érdekel, mert pénz az bármikor jön. Bármikor lehet szerezni. Csak csinálni kell. Ezt ennyi. Ez mellé még van, mit tudom én, 16 millió számlán, úgyhogy el vagyok. Másik kocsi nem kell, mert a M8-on kívül amúgy én nem használok semmit. Drága a szereltetés, de basszus. Én nekem az a szívem autója. Leonba 925 km. Hogy van abba 925 km? Osztok úrva. Ezt mindent én mentem. Ja nem, már úgy, ezt így vettem. Már, ja, V4-be vettem. 191 ezeres ID, hát ha valami sokat ér, amúgy pont nem ér semmi, de nem is érdekel. Viszont az M8-ba én raktam bele az összeset, mert ez már V4, ez már több mint egy éve megvan nálam, nekem ez a kocsi. Ja, több mint egy éve. Volt neki egy M4 tesója is, meg egy M8 tesója is, csak mind a kettőt eladtam, meg jó voltam. De nem akartam eladni egyiket igazából. Úgyhogy ja, ez van. Most ezt a házat sikerült megveszni. Éppen bezárogatjuk az intiket. Nekem itt nekünk egyen utánam senki. Úgyhogy, ja. És amúgy szerintem ezzel az utolsó kis interjúr bezáragatással szeretnék mindenkitől elbúcsúzni. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt. Köszönöm szépen a követéseket. Rizoxnak köszönöm szépen a támogatást. A biteket, a Prime-os feliratkozást, meg mindenkinek, aki itt volt. Köszönöm szépen az időtöket, köszönöm szépen mindent. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk, úgyhogy ez most a búcsú ideje.
Holnap nem is. Faszt. Ma. Már ma. Szerintem még a délután folyamán lesz talán War Thunder. Maybe egy kis szíve. De mindenféleképpen energiát kell szednem arra, hogy ugye este 9-kor nyílik a privát szerver Arcage-be, úgyhogy ottan gőzerével menni fogunk. Úgyhogy ott már nem lesz stream, ugye ezt nem lehet streamelni. Na szóval köszönöm szépen mindenkinek még egyszer, aki itt volt, köszönöm szépen a követéseket, ismételten a támogatást, meg mindent, az időtök, mindent, és találkozunk legközelebb is. Jók lehetek, szép